Időnként akkor működsz igazán összhangban az értékeiddel, ha úgy döntesz, hogy nem csinálsz valamit. Sokszor mégis nehéz a nem cselekvés mellett dönteni. Ebben a részben azt nézzük meg, hogy ez miért van, és hogyan léphetsz ezen túl. Szeretettel köszöntelek, én Nyíri Gabi vagyok, kutyások személyes fejlesztésével foglalkozom, és én találtam ki a Legyél Mindig Kutyás rendszert. Azt mondtam a bevezetőben, hogy időnként azáltal cselekszel leginkább összhangban az értékeiddel, hogy úgy döntesz, hogy nem csinálsz valamit. De mit is jelent az, hogy összhangban cselekedni az értékeiddel? Az értékeiddel azáltal tudsz kapcsolatba kerülni egy-egy téma kapcsán, hogyha olyan kérdésekre válaszolsz magadnak, hogy mi az, ami neked itt fontos, mi az, amit nagyra értékelsz, mi az, ami mellett kiállsz, és mi az, ami ellen felemeled a szavad abban az adott témában. És azért fontos az értékeiddel összhangban cselekedni, mert amikor úgy mondjuk, hogy önazonos vagy, tehát az át, ab, azt csinálod, amit helyesnek hiszel, ez hozzájárul ahhoz, hogy jól érezd magad, mert hozzájárul az önértékelésedhez. Tehát, amikor tudod, hogy mi az, ami neked fontos egy adott téma kapcsán, akkor fogod jól érezni magad a bőrödben, hogyha ezzel összhangban uh, működsz, ez képeződik le abban, ahogy ahhoz a témához te kapcsolódsz. És azt is mondtam, hogy időnként ez azáltal jön létre, hogy nem csinálsz dolgokat. Lehet, hogy elsőre ez olyan furcsának tűnik neked, ezért osszak meg két személyes példát, ami pontosan ezt írja le, amikor azáltal voltam önazonos, azáltal cselekedtem összhangban az értékeimmel, azzal, ami nekem fontos, hogy úgy döntöttem, hogy nem csinálok valamit. Az egyik a kutyázáshoz kapcsolódik. Lehet, hogy hallottad már tőlem azt, hogy volt az életemnek egy időszaka, amikor konkrétan én úgy voltam, kutyás, hogy nem volt kutyám. Amikor 2007-ben elment az első nagy generáció, ugyanabban az évben elment a terjerem és elment a, a az úszkárkám is, akivel versenyeztem, akkor úgy állt az életem, hogy a szakmai karrieremnek az elején voltam, és a párommal pont beköltöztünk egy harmadik emeleti körfolyósós házban lévő lakásba, és ezen a ponton én mérlegelve mindent, ami nekem a kutyázásban fontos, tehát hogy én milyen életet akarok biztosítani egy kutyának, hogy akarok tudni én kutya gazdiként működni, mindezeket mérlegre téve úgy döntöttem, hogy ebben az élethelyzetben, hogy állandóan dolgozom, soha semmire nincs időm, pellakom a város közepén, fönn az emeleten, egy több picike lakásban, meghoztam azt a döntést, hogy mindenkinek, a kutyámnak is, és nekem is az a legjobb, hogyha ebben a helyzetben én nem veszek magam mellék kutyát. Hiányzott paromira volt olyan, hogy jöttem haza a munkából, és mint zombinyuszi mentem az utcán, és azon kaptam magam, hogy megállok az utcasarkon, körbenézek, hogy nincs sehol autó, és kiadom azt a, azt a, a parancsot, amivel az uszkáromat át tudtam küldeni a, az úttesten a járdának a túlfelére. Tehát ízig-vérik kutyás voltam, úgy, hogy meghoztam azt a döntést, hogy amíg ebben az élethelyzetben vagyok, nem lesz kutyám. A, és emellett egyébként mindent megtettem azért, hogy úgy fordítsam az életemet, hogy uh, újra tudjak kutyát tartani. De eltelt négy év, mire landoltunk uh, abban a házban, ahol most lakunk, és örökbe tudtuk fogadni az első mentett juhászunkat. A másik uh, példám az egyáltalán nem a kutyázáshoz kapcsolódik, hanem a szakmai életemhez. A, amikor én befejeztem a tanulmányaimat és elkezdtem a szakmai karrieremet, akkor én éveken keresztül egyáltalán nem dolgoztam segítő pályán, mind a mellett, hogy a zsebemben volt a pszichológus diplomám. Többen kérdezték, hogy mi miatt csinálom ezt, és én viccesen mindig azt mondogattam, hogy én akkor azzal tettem a legjobbat a potenciális klienseimnek, hogy nem praktizáltam. Mit értettem ez alatt? Azt, hogy voltak már akkor bizonyos szakmai elvárásaim, meggyőződésem azzal kapcsolatban, hogy milyen a minőségi segítő munka, és azt is tudtam, hogy én abban az állapotomban, abban az önismereti uh, helyzetben, azzal a, a belső megdolgozottsággal, ami nekem akkor volt, én azt gondoltam, hogy ez nem az, ami összhangban van azzal, amit én nagyra értékelnék egy segítő kapcsolatban, és mivel ezzel rövid távon nem tudtam csinálni semmit, úgy döntöttem, hogy nem fogok belefogni ilyen fajta segítő munkába. Csináltam mást, amiben a, a saját mércém szerint megfelelő értéket tudtam teremteni. És hogyha visszamegyünk az általános kérdéshez, hogy uh, mi miatt nehéz időnként kimondani azt, hogy, uh, hogy én úgy fogok dönteni, hogy nem csinálok valamit egy olyan témában, ami nekem fontos, akkor azt fogod találni, hogy a mi nyugati kultúránk ilyen iszonyatosan csinálás központú. Tehát gondolj bele, hogy ha azt mondod valamiről, hogy nekem valami fontos, akkor rögtön az van benned, hogy oké, okay, és ezt meg akarom valósítani, meg akarom mutatni saját magamnak, és meg akarom mutatni a külvilágnak, és ezt hogyan fogom csinálni, úgy, hogy ez megjelenik abban, amit csinálok, ahogyan uh, megnyilvánulok, ahogyan megjelenek, és ez mind-mind-mind olyan dolog, amit állítóban teszek, és sokkal kevésbé van első körben jelen a gondolkodásunkban, hogy mit nem teszek. Ugye az is ott van a mi szocializációnkban, és ezt kommunikációs oldalról nagyon jól tudjuk, hogy baromi nehezen mondunk nemet bármire. És amikor azt a döntést meghozod, hogy nem fogsz csinálni valamit, akkor egyébként a belső monológodban ezt még ki is kell mondani, hogy nem fogok kutyát tartani addig, amíg a harmadik lakom a gangosházban. És nem fogok segítő folyamatokat vinni addig, amíg nincs meg a kellő megdolgozottságom hozzá. És uh, ami ezen segít átlendülni, az egyrészt az, hogy tudatosítod azt, hogy ez ott van. Hogy ott van bennünk az, hogy, hogy uh, van bennünk egy nyomás arra, hogy csinálni kell dolgokat, még akkor is, hogyha azt érezzük, hogy, uh, hogy ennek akadályai vannak, vagy hogy ez, ez nem oké okay a saját mércénk szerint. Illetve a másik, ami ott tud lenni, uh, így a, a hiedelmeink szintjén, az az, hogy ha valamire nemet mondunk, akkor az végleges. És itt érdemes visszanyúlni egy kommunikációs technikához, amit az asszertivitásban úgy neveznek, hogy feltételes vagy időszakos nem, amikor úgy mondasz nemet valamire, hogy azt mondod, hogy nem most, vagy még nem. Nem azt mondod, hogy nem készpont soha többet, hanem azt mondod, hogy most nem, vagy így nem. És ezáltal meg tudod könnyíteni saját magadnak azt, hogy azonosulj azzal a döntéseddel, amit helyesnek érzel, a viszont a, az elköteleződés, a, illetve a leválás arról, ami, amit a, egyébként fontosnak tartasz, nem kell, hogy végleges legyen. Úgyhogy -e ebből a részből kérlek szépen azt, hogy bizonyos esetekben igenis, akkor működsz összhangban az értékeiddel, hogyha a nem cselekvés mellett döntesz. És azzal is legyél tisztában, hogy ezt sokszor nehéz lesz megtenni, mert nehéz kimondani akár saját magunknak is valamire azt, hogy nem, és rögtön tedd mellé azt, hogy nem kell, hogy véglegesen nemet mondj valamire, hanem mondhatod azt, hogy még nem, vagy így nem, és Azáltal, hogy rövid távon összhangban tudsz működni az értékeiddel, és magasan tartod az önértékelésedet, megteremted az alapot arra, hogy hosszú távon megvalósítsd azt, hogy igent tudj mondani arra, amit ö, szeretnél megvalósítani, mert az lenne összhangban az értékeiddel, ha a körülmények vagy a feltételek adottak lennének. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb!